Köszöntöm Önöket! Marjai Virág vagyok. Ez itt az Élő Örökség. Barongoljunk együtt Budapest utcáin. Nézzünk jól körül, és csodálatosabbnál csodálatosabb épületek mellett suhanhatunk el jártunkban, keltünkben. Itt van a Luxus Promenád, az Andrássy út, a Pazar Operaház épületével. Haladjunk kicsit tovább, és pillantsunk be a Szent István Bazilika szakrális kupolája alá, amely alatt például Habsburg György és Sophia Loren fia is kimondta a boldogító igent. A Duna másik partján csodáljuk meg a teljes pompájában mutatkozó Várkert bazár épületeit. Tudják mi, vagy inkább ki a közös ezeknél az egyedülálló épületeknél? Ő Ybl Miklós. Mit tudunk ma ebben a rohanó században az egyik legnagyobb magyar építészről? Ki volt ő? Megismételhetetlen zseni, vagy nagyszerű mesterember? Magányos megszállott, vagy korának ünnepelt művésze? A válasz egyszerű. Mindegyikük ő volt egy személyben. Mai adásunkban olyan épületeket mutatunk be, amelyekről kevésbé ismert, hogy a híres építész alkotásai. A magyar építészet fénykorát jelentő 19. század zseniális építőművésze, az 1814-ben született Ybl Miklós. Munkássága kezdete a klasszicizmus időszakára esik, megteremti a magyarországi romantika sajátos művészi világát, és a neoreneszánszban teljesedik ki. Ybl Miklós művészi hagyatékának megőrzését tűzte zászlajára az Ybl Egyesület. Az Egyesület építészekért, építőmesterekért, építészetért és kulturális örökségért 19 éve végzett munkálkodása 2009. április 6-án nyert igazi értelmet az Ybl Bicentenáriumi Társaság létrehozásával. Az Ybl Egyesület a mester előtt tisztelegve a Bicentenárium 163 programjának helyszínéül egy-egy Ybl műemléket választott. Itt állunk a Hajós utcai Ybl házak előtt, amelyekről még az Operaház munkatársai sem tudták, hogy ezek is Ybl alkotások. Ahogy például a Danubius kútról sem igen tudják, ahol a szoborünnepeinket tartjuk. Az akkori Calvin téren állt a pesti első hazai takarékpénztár, amely elé Pest első nyilvános vizeldéje került volna. Ez a bank érdekeit sértette, ezért azonnal egy 25 ezer forintos pályázatot írtak ki egy díszkút megépítésére, melyet Ybl Miklós nyert el. A Danubius kutat a háború során bomba találat érte. Felújítása után 1959-ben a Calvin tér átalakult, és megnövekedett forgalma miatt átkerült a mai Erzsébet térre. Majdnem hasonló sorsa volt a Glorietnek. Annak idején az Andrássy út végén állt, ugye Zsigmond Vilmos által 1879-ben felfedezett artézi forrás kútházaként, ahogy akkor emlegették, Fúrház. A Gloriett eredetileg a Városligetben a mai Hősök terén, a milleniumi emlékmű helyén állt. Az 1897-ben lebontott Gloriett a kiegyezés korában már kedvelt kirándulóhelynek számító Schwab-hegy déli részén lett felállítva kilátóként. A nyolcszög alaprajzú építményre két oldalt széles, balusztrádos korlátú lépcső vezet fel. A rusztikus falazatú alépítményen emelkedő teraszt mellvéd övezi, sarkain pillérekkel, amelyeket kőbábok díszítenek. Ugyanígy, ahogy a Danubius kút vagy Glorietről nem igazán tudják, hogy Ybl alkotás, számos mauzoleum és síremlékről nem tudják. Az ötvösszobor talpazatát is például Ybl tervezte, és a közelébe lévő Petőfi Sándor szobor talpazatát és kerítését is, amit ugye Reményi Ede, a híres hegedűművész 5 évi tiszteletdíjának a felajánlásából sikerült akkoriban megvalósítani. Mindenképpen meg kéne említeni még az albertinsai szapári mauzoleumot, ami viszont hál' Istennek kívül belül teljesen fel van újítva, és egy kis kápolnaként láthatóvá téve a kis dombtetőn. Thank you.
a Békés megyei dobozon egy olyan épület található, amely 70 esztendeje halott. Tervezője zsenialitását igazolja viszont az, hogy egyetlen pillanat alatt újra hasznossá tudna válni. A dobozi zapsilós magtár szépségén túl messze megelőzte korát. A békési kisvárosban a mainál sokkal inkább pesgett az élet egykoron. Doboz sokáig a Wendheim uradalom középpontjaként szolgált. Békés megye mindig bővelkedett búzában, ezért idővel ki is építettek egy úgynevezett gabona utat, Kertész-szigettől Dobozig. A dobozi magtár tervezésével Ybl Miklóst bízták meg, aki egy jelenleg is modernnek számító, többfunkciós épületet tervezett. A Vésztői út 12 szám alatt állt az 1863-ban épült romantikus stílusú, háromszintes, silós tornyos magtár. Mindenféle terméket, termelvényt lehetett benne szárítani. Legfelül ugye a legkönnyebbeket, a gyógynövényeket szárították. Háromszintes alapvetően, és a szintek azok 10 cm vastag ilyen vörös fenyőből vannak, tehát nem betongerendák, ugyanis akkor nem voltak szárítók, és ez a fa szintek, amelyek itt voltak, azok elősegítették a szárítást. A három emeletes magtár egy tektonikusan zárt tömb. Egyszerű béletes, gótizáló ablakokkal. Könyöklői ferdék. Nehogy por, piszok rakódjék rájuk. Felettük egyszerű, lépcsős párkánytag. Sajnos a magtár jelene már nem annyira impozáns, mint amennyire múltja az. Ez ingyen szállt valakikre, 44 után, amikor a Wendheim család innét elment, átvették, beköltöztek, használták erre-arra, több kézbe is került, de erre még egy fándli vakolat föl nem került azóta. A Békés megyei doboztól mindössze 9 kilométerre található Gerla, amely szintén a Wendheim birodalmat gyarapította. Az itt található kastélyt és a hozzátartozó kápolnát is Ybl Miklós tervezte. Az épület együttes 1854-től 1860-ig készült, de a kápolnát csak egy évvel később fejezték be. Mára sajnos semmi sem maradt a 37 szobás kastély egykori pompájából. A romos kastélyt a Békéscsabai önkormányzat 4 éve mindössze 3,6 millió forintért adta el egy magánszemélynek. Sajnos a kápolnának sem fordult jobbra a sorsa, amely bár külön, de nem különb életet él. Az új gazdák egyébként Angliában élnek. A kápolna hosszúsága 13, szélessége 6, torony magassága 15 méter. A szentély színes üvegablaka Szűz Mária mennybevételét ábrázolja. A baloldali ablakon Szent István fölajánlja a koronát Máriának, míg a jobb oldalin Szent Károly alakja látható. A tabernákulummal rendelkező, fából készült oltár mögött található a sekrestje. A kápolna és a kastély értékét én abban látnám, hogyha megőrizte volna a dicső utókor, hogy egy nagyon összefüggő, egységes, és szintén egy olyan számomra nagyon fontos eleme Ybl munkásságának, hogy Ybl nem csak a zöldmezős beruházásokra vágyott, hanem bármit elfogadott, és gyakorlatilag bármit fel tudott dolgozni. Itt is az volt a lényeg, hogy a rendelkezésre álló feltételezzük, hogy bizonyos egységek itt megvoltak, és ezeket befoglalta. Ugyanúgy a kápolna körül is gyanús, hogy valami, vagy felmerül a lehetősége, hogy valamilyen építményrész már volt, és ezt is befoglalta. Nagy Mágocs 3000 főt számláló nagyközség, amely Szentes és Orosháza között helyezkedik el, a Mágocs ér mellett. A török hadak a falut többször feldulták, elpusztították.
A terület 1722-ben a Károlyi család birtokába került. A terület ekkor teljesen puszta volt, rideg állattartásra használták. Később a Károlyiak alföldi uradalmuk középpontjává tették. Ybl Miklóst a család alföldi birtokaira Károlyi Lajos hívta meg, ahol számos gazdasági és egyéb funkciójú épület kötődik nevéhez. Mágocson 1856-ban adták át a tervei szerint épült központi nagymagtárat, amelynek fönnmaradt az eredeti terv dokumentációja. A téglalap alakú, az alaksorával és tetőterével együtt ötszintes építmény hosszúsága 50 méter, szélessége 15 méter, magassága 17 méter. Érdekessége, hogy belseje kizárólag faszerkezetű. Békés megyében egyébként a mai napig tucat szám vannak kihasználatlanul álló magtárak. Nyugat-Európát Magyarország húzta ki az éhhalálból, mert itt voltak olyan területek és olyan termelési viszonyok a Kárpát-medencébe, melyek elő tudták állítani azt az élelmet, azt az, akár állati, akár búzában, akár terményben, amit tudtak exportálni Nyugat-Európában. Ybl Miklós igen fiatalon, már az 1830-as évek közepén kapcsolatba került a gróf Károlyi családdal. Első megbízásait is Károlyi Györgytől kapta, aki bizonyítványt adott ki arról, hogy 1843-tól kezdve a kaplonyi templomot, a családi sírboltot és a Nagykárolyi kastély tánctermét Ybl építette. Kaplony község Szatmár megye szívében, Nagykárolytól 4 kilométerre fekszik. Az 1703-ban kitört Rákóczi szabadságharc végére a háború és a pestis járványok miatt teljesen elnéptelenedett a falu. A szatmári béke után a vidék ura, Károlyi Sándor elhatározta saját birtokainak katolikus svábokkal való betelepítését. Károlyi Sándor később célul tűzte ki, hogy elődeinek és magának egy családi mauzóleumot épít Kaplonyban. Ez a kripta a templommal és a kolostorral együtt az 1834-es földrengéssel elpusztult. Amikor 1842-ben az új gróf a sírbolt megtervezésébe kezdett, már Ybl Miklóst kérte fel az új templom és kripta megtervezésére. A kripta 1848-ra elkészült. Akkor még a földbe temetkeztek a Károlyiak, de a hely szűkösnek bizonyult. A kaplonyi templom mellett ma ferences plébánia és kolostor működik. 1905-re a föld betelik koporsóval, a kripta földje betelik koporsóval, és akkor építik a két fülkés falat, amelybe helyezik a koporsókat, és a fülkéket világos színű márvány táblával zárják le. A Károlyi családnak jelenleg 38 tagja alussza itt örök álmát. Az ő koporsójukon kívül van itt még két ezüstúrna, amelyben Károlyi Antal és Károlyi József feleségének a szíve van bebalzsamozva. Mindössze kőhajításnyi a távolság az osztrák határ, a Fertőtó és az idilli település Nagycenk között. A Széchenyiek birodalma. Nagycenk nevezetessége a kastély mellett a Szent István plébánia templom. A templom dombon álló épület az építtető Széchenyi István mellett az építészmester Ybl Miklós nagyságát dicséri. Bár a jelenlegi templom az 1860-as években épült meg, a helyén már 1326-ban is imahely állt, a Minden Szentekhez címezve.
Mivel az 1500-as években a Nádasdy család birtokolta Nagycenket, a família evangelizálta a települést, így a templomot is. A rekatolizálásig 1660-ig kellett várni. Ekkor tájt került a birtok a Draskovics család tulajdonába. A Draskovicsok azonban nem maradtak sokáig, hiszen 1678-ban zálogba kellett adniuk az uradalmat Széchenyi György érseknek, aki az egyesség szerint utódaival Harmadíziglen birtokolhatta Nagycenket. Az idő teljesen kikezdte Isten Nagycenki házát, ami 1824-re már kicsinek is bizonyult. A birtokán élő Széchenyi István is tudta mindezt. Éppen ezért elhatározta, hogy teljesen új templomot épített, méghozzá a korsztárja Ybl Miklós segítségével. Egyetlen feltételt szabott a legnagyobb magyar Széchenyi. Lehetőleg minden cikornyás díszítményt kizáró, egyszerű, de mégis elegáns és tágas legyen Isten háza. A megrendelő igencsak kényes ízlésűnek bizonyult, hiszen Ybl első tervei a tűzben landoltak. Tragikus fordulat, hogy a végső elképzelést Széchenyi István már nem élhette meg. A Nagycenki templom története és keletkezésének körülményei hűen képviselik Széchenyi István hitvallását. Akkor élsz, ha másokért élsz. A fővárosi bakácstériek joggal büszkék templomukra. Azt már viszont nem minden bakácstéren lakó tudja, hogy nem a jelenlegi volt az első templom a környéken. 1822-ben már plébánia volt a téren, de az akkori templom az 1838-as árvízben olyan sérülést kapott, hogy 1865-re balesetveszélyessé vált, ezért Pest városa az épületet bezáratta. Rottenbiller Lipót azonban azonnal egy templom építését kezdeményezte. A korabeli vasárnapi újság szerint 3000 fős templomot szándékozott építetni. Pestváros tanácsa tervezőt keresett, és ennek során fölkérték Ybl Miklóst és Steindl Imrét egy-egy pályázat benyújtására. Ybl Miklós neoromán, Steindl Imre pedig neogót stílusú tervet adott be. A bizottság a Ybl-féle tervet választotta. Az 1867-től 1879-ig épült neoromán templom védnöke Erzsébet királyné volt, aki nemcsak hogy szívügyének tekintette az építkezést, de komoly összeget ajánlott fel. Mindezek ellenére mégsem mentek simán a dolgok. A pénz 1872-re nagy részben a bécsi tőzsdekrak miatt elfogyott, és az építkezés másfél évre leállt. Csak 1874-ben Trefort Ágoston kultuszminiszter hadhatós segítségével indulhatott újra, miután Buda, Óbuda és Pest 1873-ban egyesült, és így az építtető Budapest főváros anyagi helyzete megerősödött. Ybl nagyon alapos munkát végzett. Az épületen túl maga tervezte a harangokat, a mellékoltárakat, a szószéket, a szentély papi karosszéket, de még a vörös, díszes oltárszőnyeget is. De a bakácstéri templom nem csak szépségével tűnik ki a többi templom közül, hanem maga a templomot körülvevő tér is város a városban. A bakácstér az olyan, mint egy falu. Úgy érezzük, hogy valahol egy másik, ez egy másik város. Mikor ide kerültem, akkor az első, mikor kijöttem megnézni, hogy hol van ez, hol van a bakácstér, komolyan, ugye tudtam, hogy nagyjából, hogy hol van, de hogy milyen, azt nem. És ez egy nyári, forgalmas, forró, füllett délután volt. Hú, hát hogy milyen zaj lesz itt, hát borzasztó, és bejöttem a térre, és ez egy csendes, platánfás falusik is, de tényleg nincsen zaj. A bakácstéri templom sajnos komoly gondokkal küszködik, hiszen mintegy másfél milliárd forintra lenne szükség a teljes felújításhoz.
Csupán remélhetjük, hogy lesz a páratlan templom újjáépítéséhez szándék, forrás és összefogás. ...1866 végén Zsigmondy Vilmos, bányamérnök, a sziget nyugati partjánál Artézi kút fúrásába kezdett. Ennek eredményeként 1867 májusában csaknem 1200 méter mélységből 43 fokos gyógyvíz tört fel. Erre a kútra alapozva született meg a terv, hogy fejlesszék fürdőszigetté a területet. József főherceg egész szigetre kiterjedő tervet készítetett Ybl Miklóssal, amelyből 1873-ra el is készült a gyógyfürdő, a két vendéglő, több villa, a kisszálló, a gépház és a neoreneszánsz nagyszálló. Három villaépület épült volna meg, azonban csak kettő valósult végül meg a végleges tervek szerint. Ezek arra voltak jó, hogy aki megengedhette magának, az egy egész villát kibérelhetett. Nem kellett másokkal osztozni egy szállodában, akár az éttermen, az étkezésen hasonló dolgokon, hanem itt teljesen el tudott vonulni az adott család. Maximális luxust jelentett tulajdonképpen mindkét villa, többszintes, több fürdőszobás, cselédlakkal ellátott villa volt. A 19. század végére a fürdőzés már olyan méreteket öltött, és vált egyfajta tömegszórakoztatássá, hogy az Ybl által tervezett szállodák már nem győzték kiszolgálni a megnövekedett forgalmat. A 30-as évekre már alig lehetett felismerni Ybl alkotásait. Ám az igazi pusztulást a II. Világháború okozta a Margit-sziget számára is. Mivel a másfél évszázaddal ezelőtti sziget valamennyi tervrajza megmaradt az utókornak, ennél fogva pontosan helyre lehetne állítani azt a Margit-szigetet, ahol a középkori romok mellett kizárólag Ybl Miklós épületei állnak. Vajon a jövő építészeinek mit jelent Ybl öröksége? A Műszaki Egyetemre látogattunk, és az építész hallgatók között kérdezősködtünk. Az építész szakmának az elismerését váltotta ki, tehát hogy olyan életutat hagyott maga után, ami megteremtette azt az alapot, hogy az építész szakma az egy elismert foglalkozás legyen. Egy szemében volt kiváló grafikus, kivitelező, építőmester és tervező. Nekem tetszik, hogy nem maradt meg egy dolognál egész életén keresztül, hanem próbálkozott és változott. Egy borzasztóan karakteres valamit csinált itt, ami valahol magyarnak is nevezhető. Az építészet mindig akkor működik, hogyha mögötte van megfelelő erő, hatalom. Azért, mert olyan sok mindennek kell összejönnie ahhoz, hogy egy-egy tervből valóság váljék, hogy az ezek nélkül egyszerűen nem lehetséges. Köszönöm figyelmüket! Jövő héten ugyanebben az időpontban várom Önöket. Addig is kövessenek minket az interneten. Viszontlátásra!